Üdvözlöm a kedves nézőket! A művész úgy fest, ahogy a nő látja a világot. Most nézzünk kicsit a világra Kulin Ágnes szemeivel és alkotásaink keresztül. Ez itt a Nőidő, maradjanak velünk! Ágnes, honnan jött a festészet iránti érdeklődés szenvedélyed? Sok történet van róla, mert ugye a család is szeret erről beszélni, mindenkinek megvan az elmélete, hogy mikor volt az első pillanat, amikor én így elkezdtem festészettel. Ki hogyan emlékszik vissza? Igen. De az biztos, hogy gyerekkoromban folyamatosan érdeklődött az ilyen kézi munkázás, mindig el tudtam lenni, hogyha ott hagytak egy kavicsa, vagy a homokozó mellett, szerettem a kezemmel mindig valahogy elbabrálni. És amikor már ilyen komolyabban kezdtem el foglalkozni, úgymond a festészettel, az általános iskola elején volt, mert egy barátnőm Ungváron, a Págyiumban, a Pionírpalotában, az ifjúsági palotában kezdett el járni egy rajzszakkörre, Turák Angéla nénihez, és mondta, hogy Ági, őt is Áginak hívták, hogy Ági, gyere te is, és akkor együtt jártunk oda egy ideig. És azután pedig, hát ez csak tovább kulminálódott, rájöttem, hogy hú, hát ez nekem nagyon tetszik, már annyira nem volt érdekes Turák Angéla néninek a foglalkozása, mert egy kicsit ugye ismétlődővé vált, és akkor utána már a családdal is elkezdtünk ebben az irányba keresgetni. Hát nagyon hálás vagyok, mert tényleg folyamatos támogatást kaptam a család oldaláról, és akkor kezdtem el már Jankovics Marika nénihez járni külön órákra, és tovább tervezni ezt a pályát. Mikor mondhatjuk szülőként egy gyerekről, hogy tehetséges? Mert tudod, mi szülők nagyon elfogultak vagyunk, és a gyerek azt rajzolja, hogy pont-pont veszőtkös, jaj, de ügyes vagy. De például az én lányom, aki 3-4 évesen állatokat rajzolt az óvodában, és lehet én is nagyon elfogult vagyok, és rajzolt medvét, mókust, és egyszer csak egy fa törzset rajzolt le, benne az odut, két szemet. Megkérdeztem tőle, hogy ez micsoda. És mondta, hogy ez a mókus. És akkor 3 évesen nekem ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy több síkban lát a gyerek, hogy lehet, hogy tehetséges, hogy lehet, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni. Mindenféleképpen érdemes ezzel foglalkozni, és az egyáltalán nem negatív hozzáállás, hogyha egy szülő azt mondja, még hogyha egy vonalat is húz a gyerek a papírra, hogy jaj, de ügyes vagy, hiszen itt ez a pozitív megerősítés az, ami a későbbiekben, tehát bármi lehet belőle, de hogyha már alapból úgy állunk hozzá a gyerekhez, hogy nem utasd nekem a rajzodat, mit érdekel, inkább ülj le a matek könyvhöz és próbálj összeadni, mert majd a könyvelői szakmából jobban meg tudsz élni, az már lezár. De úgy gondolom, hogy igen, hogyha mókus van az oduba, az nagyon jó 3 évesen, hiszen ennek is megvannak az ilyen pszichológiai folyamatai, hogy a gyerek a különböző korokban hogyan fejleszti, vagy hogyan egészíti ki a rajzi motivumjait, és a szülői oldalról szerintem ezt egyszerűen csak ugyanígy tovább kell csinálni, és azt mondani, hogy rajzolj még odukat, és nézzük meg, hogy mi van benne. Még akár barlangot is, hát ha előjönnek még más lények is, és csak segíteni, támogatni kell benne, aztán magától kialakul, és magától fejlődik. Ágnes, téged mi motivál, mitől inspirálódsz? Sok minden motivál. Én ilyen megfigyelő emberke vagyok, nagyon sokat szeretek így nézelődni, meg maga az alkotói folyamat számomra az egy ilyen átszellemülés, egy kicsit ilyen meditatív folyamat, én akkor szeretek egyedül lenni a gondolataimmal, egy kicsit jobban vagy mélyebben foglalkozni, és ehhez azért idő kell. De hát folyamatosan vannak, ugye kavarognak az ember fejében az ötletek, és akkor néha-néha így felpislákol egy, hogy most ez előtérbe kerül, és akkor többet akarok vele foglalkozni. De ez, hogy mikor jönnek meg ezek a
ezek a fénypillanatok, vagy egy ilyen Szent János bogár fény ott hátulról, az nem tudom, az mindig a helyzettől függ. Van, amikor nagyon fáradt vagyok, és akkor utazunk hazafelé a buszon, kinézek az ablakon, és akkor látok egy gyereket, vagy látok egy jelenetet, és akkor arról valami eszembe jut, vagy eszembe jut egy emlék, ahogy nagymamám töri a kukoricát, és akkor arra figyelek, meg előjönnek a hangok, előjönnek az illatok, és akkor elkezdek ezen a folyamaton, meg ezeken a jeleken foglalkozni, mert ugye a maga a téma, ami az én képeimben megjelenik, ezek a kézi jelek, ezek a mimikai jelek, ezek azok a kis fények, ezek azok a kis ilyen gondolatfoszlányok, amikor ilyenkor előjönnek, és akkor indul el egy ilyen alkotói gondolati folyamat. Ennek a képnek a címe, hogy Gyökerek. Ez a kép, ez nagymamám kezeiről készült. Ahogy látod, az ujjpercek egy kicsit el vannak így fordulva, különböző szögekbe, mivel a családunkban a női ágon van egy ilyen köszvénybetegség, ami öröklődik. Dédnagymamámnak is, nagymamámnak is, nagynénének is, és már nekem is. Az ízületeket támadják. Igen, és az ízületek az ujjperceinknél különböző szögekben állnak. És ez sokaknak morbid. De nekem meg, mivel ezek kedves személyek számomra, nekem ez ilyen melegségérzetet ad. És amikor így komolyabban kezdtem el foglalkozni ezekkel a kézjelekkel, akkor grafikai munkákat készítettem, ilyen fiktív önarcképeket. Furcsa kis groteszk ujjakat rajzoltam. És akkor, amikor megmutattam az ismerőseimnek, azok elcsodálkoztak rajta, hogy minek töröm el ezeknek a lányoknak az ujjait. Hát mondom, én nem eltöröm őket, hanem ilyen kezeket láttam magam előtt. De talán meg is látom, van egy ilyen álmodó önarcképem. És akkor itt is, ami megfigyeled, akkor az grafikusan így kezdtem el, az összes ujjpercet egy picit így furcsa módon, olyan groteszk mód kicsavarintottam. És ez végül is ebből ered. És hát ezt a képet is, ugye a Gyökerek a címe, a nagymamám halála után készítettem, és ahogy szokott lenni, ugye a művészet az néha csak magunknak szól, vagy hát úgy kezdődik, hogy magunknak szóljon, és én ezzel dolgoztam fel, vagy így állítottam úgymond emléket nagymamám előtt. Úgyhogy azért is fontos számomra ez a kép. Gyönyörű, szép. Amúgy is nagyon fontosak neked a kezek, én úgy érzékelem. Egy civil ember számára, és a kezek azok nagyon sok mindent elárulnak, nagyon sok minden eszedbe jut. Te miért választottad a kezeket? Egyszerűen nem tudom, tényleg valahogy így raktak össze, valahogy belülről jön ez a megmagyarázhatatlan késztetés, és figyelem, gondolkozok rajta, és hát ebből születnek a munkák. De az elején nagyon sokat foglalkoztam tényleg az önarcképek mellett, ezekkel a gyerekjátékokkal, és a gyermeki nyelvvel, tehát a testbeszédnek a gyermeki nyelvével, ahogy beszéltünk, ugye, hogy minden rengeteg típusa, alfaja, csoportja lehet, és akkor tényleg kifejezetten azokat a kézjeleket, játékban használt jeleket figyeltem meg az elején, amelyek a játszó felek között ugye egy ilyen rejtett nyelvet, egy ilyen csak az általuk éppen használt, aktív, érdekes nyelvet hoznak létre, és végül is utána ez csak tovább ment. Hát azt vettem észre, hogy ha beszélgettük, és valakivel a kezét figyelem, hogy tartja a kezét, leülünk vacsorázni, akkor azt figyelem, hogy hogyan tartja a kést és a villát, és hát erről nem tudok leszokni, én ennek a függője vagyok, és ebből próbálok valamit. Hallom neked, én is a kezeket figyelem állandóan. A férfin először a kezét figyelem meg. Valahogy a kéz, ami az érintés, igen, a finomság, a durvaság, a kezek nagyon sok mindent elárulnak, sőt, még a kort is a kezek árulják el a legjobban. Elsőként a kéz feljöregszik a legjobban. Hát ugye nem hiába, ugye visszagondolunk a viktoriánus korra, meg a különböző régebbi korokra, hogy az úri hölgyeknek citromlébe áztatták a kezét, hogy még fehérebb legyen, akkor puhították különböző kozmetikai eszközökkel, hiszen ezek is mind státuszszimbólumok voltak. Már akkor is nagyon fontos volt ugye a kéznek a szerepe.
Például itt látok egy képsorozatot rólad. Ahogy mondtam, ezekkel a grimaszokkal kapcsolatban, meg a jelekkel kapcsolatban, tehát a megfigyelés mellett ugye történik egy ilyen gyűjtés is. És ezt még az egyetemen készítettem, akkor a barátokkal is mindig összeültünk, és csináltunk mondjuk kézzel szótárat is, vagy egy ilyen kézzel csoportot, ahol gyermekjátékoknak a kézjeleit eljátszottuk egymással 4-5-ön, lefotóztuk, és akkor én abból csináltam magamnak egy kis ABC-t, és akkor mindig nézegettem, és akkor néha az volt számomra az indikátor. Tehát átnézem ezeket az ingereket, vagy átnéztem azokat a képcsoportokat, azokat a fotókat, amit együtt készítettünk, és közben jelent meg az a kis fénysugár, amiről már beszéltem korábban, és akkor az ösztönöz arra, hogy tovább gondoljak egy ötletet. És végül is itt is a grimaszokkal játszottunk, és elkezdtünk mindenféle grimaszokat, ami éppen eszünkbe jutott, azokat lefotózni, és abból hoztunk létre egy ilyen grimasz ABC-t, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki pontosan. Egyetemi nyári gyakorlatból indult, akkor azt kaptuk feladatként, hogy a város. És akkor ajánlottam fel, vagy akkor ez az ötletem támadt, hogy készítek tükörmaszkokat, tehát ezek a négyzetek, meg ezek a trapézformák, ezek tükörlapok. És ilyen sufni módszerrel hátulról ilyen mosogatószívecsot ragasztottam rá, amivel kivágtam az orrnak a negatív jelt, és akkor a barátokra rárakadtam. És úgy sétáltunk körbe Budapesten, mint a turisták. Tehát csináltunk a Ligetből egy ilyen turista sétát, meg a Szentháromság térről. És közben pedig megálltunk ezek előtt a kirakadt épületek előtt, és azt néztük meg, hogy végül is a turista, a város, meg a környezete hogyan vetődik egymásra. Tehát itt van, mondjuk itt látszik, hogy itt van a tükörmaszk, és én egy egyszerű, ami minden turistánál látható, ugye ez a kis fényképezőgép, azzal fotóztunk. Ugye ez a Hősök terén. A kedvencem különben a Batthyány térről a Parlament, és ott is van egy nagyon kedves kis jelenet, ez a Vajdahunyadvára, ahol annyira szépen látszik a két világnak a kontrasztja. Tehát itt van ugye a 3-as metrónak a feljárója, meg ott van a 14-es villamosnak a megállója, és ugye az ember mindig, a turista mindig a Parlamentet nézi, és készíti onnan a fotókat, közben pedig azért egy ilyen szocreál kis környezet van a háttérben, vagy pedig ugye ez is a Batthyány téri metró megálló, ami szintén a turistáknak egy ilyen kedvelt megállója Budapesten. Szóbeli kommunikációnkat, az a nonverbális jelzések kísérik, amit te nagyon szeretsz megfigyelni, kutatod őket, és az érzéseinkről mit árulnak el a gesztusaink? Hát sok minden, hát ugye a testbeszédnek is ez már egy teljes tudományág, tehát, hogy itt a nemtől, kortól, társadalmi helyzettől, földrajzi elhelyezkedéstől függően olyan szabályrendszereket hoztak létre a tudósok, hogy ugye egyes helyeken miért pont úgy azokat a kézgesztusokat, kézijeleket használják, hogy ez tényleg érdekes összevetni, de számomra mindig az a megkapó, vagy azokat az ilyen jeleket keresem, ami olyan zsigerből jön, ami egy embernek a sajátja, ami látszik, hogy az idők során az így alakult ki, hogy ő most úgy veszi a kezébe a poharat, vagy úgy töri el a kenyeret, vagy miközben csak úgy ugye áll és várakozik, hogy hogyan tartja a kezét, milyen arckifejezése van, miközben hallgat mondjuk egy ismeretlent, vagy egy közeli barátot. És ezek azok a jelek, amelyek engem leginkább érdekelnek. Én egy kicsit eljátszottam ezzel a fogalommal, és én úgy érzem, hogy ezeket a jeleket több kategóriára lehet osztani.
Például vannak olyanok, amik tanulhatók, uh-huh. amik irányíthatók. Így van. Vannak olyanok, amik nem tanulhatók, és szerintem nem irányíthatók. Például a boldogság érzet, amikor a pupillák kitágulnak, azt fogalmam sincs, hogy tudja valaki irányítani. De viszont az olyan jelek, például az én képnek uh-huh. a bemutatása, hogy hogyan akarlak én átverni téged, és hogyan öltözködöm, és milyen a frizurám, és tudatosan tudom irányítani a gesztusaimat, hogyha ideges vagyok, akkor ne tördeljem a kezem, és próbáljak kimérten beszélgetni. Ezek a dolgok mind tanulhatók. Igen. Aztán vannak bizonyos sablonos részei, mint például a mimika, amit ráfogtunk, hogyha az ember összehúzza a homlokát, akkor valószínű ideges, vagy ha kinyújtja a nyelvét, az csúfolódás jelent, és ez is más-más kultúrában különbözőképpen használódik. Így van. Igen, igen. Hát például nálunk, hogyha egy gyermek kinyújtja a nyelvét, nem tudom, családi körben, akkor elkacagjuk. Én most Erdélyben élek, ott, ha egy gyerek kinyújtja a nyelvét, akkor az borzasztó nagy bűn, hogy csúfolódik. Úgyhogy szerinted nagyon meg kell ismerni az embert ahhoz, hogy rájöjjünk az igazi jelentésére, igen. Hát szerintem nem kell, szerintem ez az embernél vagy jön, vagy nem jön. Én valahogy így lettem összerakva, vagy számomra így alakult, hogy ez az én dilim. Hogy így is mondhatjuk, hogy én próbáljam feltérképezni, megfejteni ezeket a jeleket, de ahhoz, hogy ebben, ugye ez egy kicsit ugye szubjektív, amikor én külső szemlélőként figyelem a másikat, akkor kivetítem rá az én olvasatomat. Tehát úgy gondolom, hogy ez igenis legitim, történhet ilyen olvasás is, és ehhez nincs szükség annak az embernek a mélyebb vagy közelébb megismeréséhez. De maga ezeknek a jeleknek az értelmezése, ez is egy ilyen, úgy érzem, hogy ez ilyen végtelen kút. Tehát, hogy ebben én mindig találok valami újat. És ahogy mondtad, hogy bárhova elmegyek, ott is, hogy különböző, a világ különböző részéről érkező emberekkel találkozva, mindig, hogyha beszélünk, ugye ráterelődik valamiféleképpen a szót, tehát legtöbbször én ráterelem, hiszen ugye ez érdeke. És akkor ugye akkor is, ahogy mondod, ilyen nagyon érdekes olvasatokat tudunk gazdagodni. Úgyhogy szerintem ez nem szükséges ahhoz, hogy közelről ismerjük az embert, de végülis a színészi szakma is ez, hogy megpróbálják. Én is figyelem az embereket folyamatosan, és azon gondolkodtam, hogy én azért figyelem, mert én egy kicsit ellopom a gesztusaikat. Te hogyan használod fel a gesztusaikat? Valószínű, hogy a festészetben is szükségesek a gesztusok ahhoz, hogy tökéletes legyen az értenyúlás. Hát igen, ugyanezt csinálom én is, hiszen ellopom az ő gesztusaikat, ugyanúgy, úgymond appropriálom, tehát ez a felhasználás appropriáció valami művészetben is egy ilyen érdekes tevékenységforma, és utána kisajátítom végül is az ő mozdulataikat, és azt ugye, ahogy mondtam, az én értelmezésemben festem vászonra, dolgozom át fényképen, készítek belőle fotónyomatot, vagy tükörbe vetítem. Ági, megkértelek, hogy mutasd meg nekem a kedvenc helyeidet itt Ungváron. Igen. Miért ez a kedvenc helyed? Hát nagyon jó hangulata van ennek a kis üzletnek, ugye a neve az, hogy hobbi, és az egyik hobbi miatt szeretek ide járni, mivel, hogy emlékeztek, otthon a nagyszobába leültünk egy pillanatra, láttátok, hogy sok a könyv. Nagymamám és nagyapám is könyvkiadóba dolgozott, és nagy könyvgyűjtők voltak, és ez rám is rám ragadt, és én mindig ide jövök, és művészeti könyveket vásárolok. Már a tulajdonos ismer is, és mindig szokott szólni, hogy ha van valami új művészeti könyv,
és akkor megpróbálom az összeset összegyűjteni, amit nálunk megvan magyar nyelven, hát meg még a német, orosz nyelven is, és akkor abból otthon összegyűjteni ezt a művészeti könyvgyűjteményt. Én nagyon szeretem a könyveket, nem csak művészetét veszek, mert ugye itt kiköltözik egy család, meg elhalálozik egy rokon, és akkor a hagyatékát sokszor ide hozzák felbecsültetni, és nagyon érdekes dolgokat lehet találni. És nagyon szeretem azokat a könyveket, amiben az előző tulajdonosnak ott van a kézlenyomata, tehát egy kis margójegyzet, vagy szakácskönyveket is vettem, ilyen 100 éves szakácskönyveket, és ott is akkor családi receptek, meg egy könyvben emlékszem, találtam egy levelet, az olyan heuréka pillanat volt, nagyon kedves pillanat volt, amit egy fiú írt az édesanyjának, és akkor azok olyan érdekes talált kincsek a könyveken, és szeretem ezeket a személyes, megszemélyesített tárgyakat, és akkor úgy, hogy mintha valaki történetének én is egy kicsit a részese lennék, és már nálam van, és már én birtokolom, és én fogok felette őrizkedni, megvigyázni. Ezért szeretem ezeket a könyveket. Itt is vannak néha olyan könyvek, amikor egy-egy személynek az exlibrisze is benne van, ugye? A személyes kis könnyelzője, nyomtatása is. Meg találtam egyszer az Ungvári Olvasóklubnak pár könyvét, és akkor azokat én mindegy gyorsan csoportban megvettem, és akkor azoknak is ilyen kis személyes kisebb gyűjtemények ugyanúgy így összekovácsolódnak, és nálam vannak már a polcokon. Hát otthon is az utóbbi, hát vagy 3 hete voltam megint egy ilyen vadászaton, azért nem látunk most így magyar könyveket, mert múltkor mindent megvettem, és sajnos már nincs is hely a polcokon, azok álltak a műhelybe, a szatyrokba, mert még nem találtam nekik helyet, hogy hova tegyem, de hát úgy látszik, még mindig vannak ilyen kincsek, amiket fel lehet fedezni nálunk. Most az Uzsgorod galériában vagyunk, ez is egy ilyen közeli helyszín végül is, ugye most, ahogy elindultunk otthonról, egy köpésre van, 5 perc, és végül is minden egyes ilyen péntek, szombati nap, az az én kiállítás napom, amikor is sétálok a városba, megnézem az aktuális kiállításokat, és mindig bejövök Marika nénihez, meg hogyha összefotunk, mert még szomszédok is vagyunk, a piacon is találkozunk, és akkor mindig szoktam mondani, Ági, most gyere, mert most lesz az új kiállítás. Nem szeretek megnyitókra járni, az igazat megvalva, csak ugye szakmából muszáj, mert ugye a társaság elnökeként, a Révész Imre társaság elnökeként ugye illik megjelenni, de egy tárlatot akkor jó megnézni, amikor már lement a nagy hajcihő, nincsenek itt az emberek, és akkor egyedül van az ember, és mindent szépen meg tud emészteni. A megnyitó meg se nézed a képeket, hát, csak utána megnézem a megnyitókon is természetesen, csak hát ez olyan felületes. Mert ugye akkor ott mindig van valami, ami eltereli a figyelmét az embernek, vagy egy kérdés, vagy valaki ugye odaszól hozzád, vagy meglök. Tehát ugye a megnyitó az másról szól, az ünnepeljük az eseményt, találkozunk egymással, ugye kapcsolatot teremtünk, kapcsolatot tartunk fenn. A megnyitónak is megvan a saját helye és szerepe. Én a kiállítást egyedül szeretem nézni. Ez az én személyes preferenciám, én akkor tudok úgy magamba szépen mindent megcsámcsogni, megemészteni, és akkor utána még esetleg, ha nagyon tetszik, akkor még többször is vissza-vissza jönni. Uraim, ne feledjék! Éljenek a nők!